ez egy vadászat, mert azt gondolom, a vadászat az pont erről szól. Összejövünk, megismerjük a természetet, bejárjuk szépségeit, itt most a képek lesznek erre segítségül, és szép emlékekkel térünk haza. Ahogy a világ vadvédelmi alapfogalma az, a vadászat megtanít gondolkodni, szabadságszeretetre, jó ízlésre és tiszteletre nevel. Elvezet a természet és a hozzátartozó jelenségek elmélyült megfigyeléséhez. A vadászat hagyományai a kulturális hagyatékunk részét képezik. Ezen hagyomány része a vadászati módok, az etika mellett a képzőművészet, mely megjelenik a vadászat eszközein és a vadászszobák, vadászházak, vadászotthonok berendezésében is. Ahogy a művésznő hitvallásában olvastam, ezt szeretném felolvasni, ha megengedi. A szépség titkon vagy feledve mindenütt ott van, csak meg kell látnunk. Ott van a természetben, a növényekben, állatokban, minden teremtményben, és ott van bennünk, emberekben. Mindig és mindenben keresi a szépet, a harmóniát, legyen az akár a természet, akár saját környezete, akár az ember. Senki nem állíthatja a természetet szemlélve, hogy ez vagy a szebb, vagy szebb, mint amaz. Ott még a pusztulás is méltóság teljes, egy korhat fatörzs szebb, teljesebb, mint valaha. A természetben minden maga a harmónia. Azt gondolom, hogy ilyen vadászaton lehetünk ma, a képeket szemlélve, megismerve a természet gyönyörűségeit, egy hozzáértő kéz által nekünk, vadászoknak, vagy nekünk erre járó kirándulóknak. Nagy örömmel nyitom meg ezt a kiállítást, és remélem velünk tartanak ezen a vadászaton. Köszönöm, hogy meghallgattam.